Más háziállatokhoz hasonlóan a vakvezető kutyák szőre is rendszeres ápolást igényel. Ez egy olyan rutin feladat, melynek során a látássérült azt is ellenőrizheti, hogy a kutya egészséges-e. Sima szőrű kutya, ami azt jelenti, hogy ő neki egy évben kétszer van vedlési időszaka. Ekkor érdemes kutya kozmetikával látogatni. Egyébként hetente bőségesen elég egy tenyeres gumikefével átsimogatni a kutyát. Otthoni ápolásnál érdemes hetente egyszer egy kímélő fültisztító folyadékkal kitisztítani a fülét. Illetve hát vakvezető kutyákról beszélünk, sokat dolgoznak, valószínűleg karomvágásra nincsen szükség, de azokat a karmokat érdemes ellenőrizni két hetente legkésőbb, amelyek nem érnek le a földre. A vakvezető kutyák egészségét rendszeresen felügyeljük. A dolgozó vakvezető kutyák fél évenként kötelező orvosi vizsgálaton vesznek részt. Iskolánkban saját állatorvosunk segítségét vehetjük igénybe. A kiképzésre visszaérkező, körülbelül egy éves kölyköket először is megröntgenezzük. A könyök és csípődiszplázia szűrés csak ebben a korban mutatja megbízhatóan, hogy a kutya bírja-e majd a terhelést az évek során. A szűrésen megfelelt egyedek közül választunk tenyészpárokat, és csak közülük kerülhetnek ki a leendő vakvezető kutyák is. Ezen a vizsgálaton szomorú módon nagyon sok kutyus kirostálódik. Minden vakvezető kutyát ivartalanítunk, mielőtt munkába áll. A fizikai alkalmasság azonban önmagában véve még korántsem elégséges feltétel. A kölyöknevelőktől beérkezett egy év körüli állatok idegrendszerét az első körülbelül 45 napon át tanulmányozzuk. A vakvezető kutyának csak nagyon speciális kutyák felelnek meg. Az az arc, meg fogok halni! Alapkövetelmény a kiegyensúlyozott idegrendszer, a szociális érzék az ember irányába és a taníthatóság. Egy vakvezető kutya nem ijedhet meg váratlan helyzetektől, zajoktól vagy akár a magasságtól, nem lehet agresszív, sőt, kötelező barátságosan viselkednie az emberekkel, gyerekekkel és egyéb állatokkal is. Kölyöknevelőinknek nagyon fontos szerepe van a megfelelő szocializálásban. Kutyaiskolánkban egy macskaházlakói segítenek a szoktatásban és a tesztelésben. Amelyik kutya nem felel meg ezeknek a szigorú kritériumoknak, az visszakerül a kölyöknevelő családhoz, ha a kölyöknevelők úgy szeretnék, vagy házi kedvenc lesz belőle valamely más örökbefogadó családnál.